Hagyománya a Makói Általános Iskola Almási Tagintézményében, hogy évente játékos sportfoglalkozást, úgynevezett ovitornát rendeznek. Az idén 120 ovisportot együtt az iskola tornatermében labdát gurítottak, sorversenyben szerepeltek, szaladtak és együtt munkáztak. Először ezt a rendezvényt 1995-ben rendeztük meg azért, hogy bemutassuk iskolánkat az nagycsoportos óvodásoknak és szüleinek. Először még gyerektoborzás céljából tartottuk ezeket a rendezvényeket. A mai napra olyan jó kapcsolat alakult ki az óvodák és az Almási Tagintézmény között, hogy nagyon szívesen jönnek, és szinte már most hagyományként rendezzük ezeket a versenyeket. Tulajdonképpen 120 versenyzőnk volt, 60 néző, tehát nagycsoportos, illetve egy-két középsős közte, és 24 óvónéni vett részt a rendezvényen. Hagyomány, hogy minden óvodából jönnek minden évben. Minden évben különböző feladatok vannak. Nagyon szeretik a gyerekek a mászós és a labdás játékokat, és erre próbáltunk összpontosítani az idén is. Nem szoktunk különbséget tenni, mert tulajdonképpen mindenki nagyon ügyes. Szerintem azért középsősöknél, óvodásoknál ez lehetetlen, hogy helyezést nézzünk, így mindenki egyformán kapott jutalmat.